Még javában a koronavírus járvány előtt voltunk, amikor a közlekedési munkacsoport tagjai feltérképezték a várost abból a szempontból, hogy milyen észszerűsítéseket lehet bevezetni annak érdekében, hogy baleseti szempontból biztonságosabb lehessen a közlekedés. A felmérést koncepciókészítést követett. Nyilván ez egy ajánlás lesz a munkacsoport részéről, ami majd a képviselőtestület elé fog kerülni. Határidőnk az március vége, munkacsoportunknak addig kell kidolgozni egy javaslattételt a képviselőtestület felé. De örülök, hogy tudunk erről beszélni, hiszen minden lehetőséget igyekszünk megragadni, hogy informáljuk, tájékoztassuk a lakosságot, hogy dolgozik a munkacsoport, ha észrevételeik, meglátásai, gondolataik vannak, nagyon szívesen állok rendelkezésre, gyűjtöm az információkat. Berta Zoltán polgármester és kollégái elkészítették a javaslatcsomagot tapasztalataik és a szakmai szempontok figyelembevételével, és ezeket végleges elfogadás és bevezetés előtt a lakók elé tárták. A településünkön körülbelül 62 kilométernyi közút van, ezeknek döntő hányada önkormányzatunk kezelésében és tulajdonában van, illetve az átmenő utak, azok pedig a Magyar Közút Nonprofit ZRT-nek a tulajdonában kezelésében. Amit mi látunk, amit mi érzékelünk, amit mi tudunk, illetve amit a jogszabály meghatároz, az alapján azt a célt határoztuk meg, hogy olyan forgalomszabályozási módosításokat kell alkalmazzunk, ami elősegíti a közúton való közlekedés biztonságos, zavartalan és gyors lebonyolítását. Itt a gyors alatt nem az eszetlen száguldozást értem, hanem igazából azt, hogy akadálymentesen, lehető legrövidebb idő alatt, megállás nélkül lehessen egy adott útszakaszon végighaladni. További célkitűzésünk volt az, hogy mindezt lehetőleg próbáljuk meg olyan eszközrendszerrel megvalósítani, ami útjaink állag megóvását, további műszaki leromlását megakadályozza. Erre Tolna esetében azért van szükség, illetve azért kell kiemelten kezeljük, mert tapasztalhatja mindenki, hogy településünkön rendkívül sok a szűk, kétirányú forgalomra alig vagy egyáltalán nem alkalmas utca. Ez más városokban kevésbé, nálunk viszont kiemelten problémás. Illetve volt egy harmadik kérdéskör, amit célul tűztünk ki. Itt igazából csak javaslattétellel tudunk élni, hiszen nem forgalomszabályozó eszköztár alapvetően, hogy a megnövekedett gépjármű forgalomhoz ugye parkolás, várakozás feltételeinek biztosítása is szükséges, ezért végig az anyagunkban, vagy a munkánk során kerestük a városba azokat a lehetőségeket, ahol esetleg tudjuk majd az önkormányzatnak, a képviselőtestületnek ajánlani, hogy hol lehet bővíteni a parkolóhelyeket. A munkaanyag elkészítéséhez a tolnai rendőrőrs nyújtott szakmai segítséget. Tavaly év végén valamikor a polgármester ugye felkérte be a munkacsoportba, hogy próbáljunk szakmai szemmel segíteni itt a tolnai közlekedési rend megváltoztatásában, helyrerakásában, inkább azt mondom, hogy élhetővé tételébe. Gyakorlatilag azt a felkérést elfogadtuk a rendőrség részéről, de kizárólag szakmai szempontokat vettünk alapul. Tehát csak abba, ők elmondták, hogy milyen koncepciókat szeretnének megvalósítani. Egy az, hogy állagmegóvás, útállagmegóvás és egyéb szempontból, ami nyilván az önkormányzatnak a kompetenciája. Viszont az, hogy tudjuk megvalósítani, az, hogy minél biztonságosabbá tudjuk tenni akár az iskolák környékét, akár pedig a gyalogátkelő helyek környékét, a parkolást, hogy tudjuk biztosabbá tenni és gyakorlatilag megvalósítani ezekkel a feltételekkel, amik most van rendelkezésre állnak a parkolóhelyekkel. Ebbe próbáltunk segíteni, hogy mind az elindulások, mind a kihajtások szempontjából ne akadályozzák a forgalmat sem a parkolóautók. Próbáljuk visszaszorítani olyan szinten az embereket, hogy ne a boltba próbáljanak az ajtóba megállni a parkolásokkal, és minden áron az iskolák környékén is sajnos ez látszik megoldottnak, hogy mindenki az ajtóba próbál megállni. Ez nem jó, tehát nem biztonságos, és hatalmas tumultusok alakulnak ki, főleg az iskola kezdésnél és egyéb iskolai rendezvényeknél, úgyhogy szigorúan csak szakmai szempontból a rendőrség részéről ebbe támogattuk az önkormányzatot, hogy az ő elképzeléseket hogy tudjuk alátámasztani, majd a megvalósított elképzeléseket hogy tudjuk gyakorlatilag betartatni. Hogy három többé-kevésbé jól elkülöníthető forgalmi körzetre osztottuk a várost, jellemzően a körzethatárok azok az átmenő forgalmat, úgynevezett felvezető, illetve felvezető forgalmat biztosító utcák.
Az egyes forgalmi körzet, ez földrajzilag úgy írnám le, hogy körülbelül északi irányból a Kinizsi utca, a Határ utca, nyugati irányból az Avar és Sport utca, körülbelül ilyen déli irányból a József Attila Percel utca, míg keleti irányból a Szedresi utca által határolt terület. Ez egy döntően lakóövezet, nagy kereskedelmi, ipari létesítmények nincsenek ezen a területen, viszont nagyon sok keskeny, szűk vagy keskeny nyomtávú utca található itt. Ezért több olyan forgalomszabályozási módosítást tervezünk, illetve javaslunk a képviselőtestületnek, ami ezt az előbb megfogalmazott célkitűzést, hogy zavartalan, biztonságos közlekedés, ezt biztosítani tudja. Ezekből kiemelném négy párhuzamos utcának, a Táncsics, Vörösmarty, Mikszát és Bocskai utcáknak az egyirányosítását. Ezek mindegyike keskeny, gyakorlatilag mindegyik utcába folyamatos a parkolás, oly módon, hogy az út testen is állnak az autók. Egyébként sem fér el két autó egymással szembe, ez még hatványozottan ez a parkolás nehezíti a közlekedést ezekben az utcákban. Természetesen ezek az utcák felváltva lennének egyirányúak, egyik északi, másik déli irányban járható. Ezzel egy kicsit segítenénk azt is, hogy a Percel utcára való csatlakozása mindegyik utcának kritikus, beláthatatlan kereszteződések, ezen a problémán is tudunk segíteni. Illetve azért azt el szeretném mondani, hogy nyilván fontos, amikor ilyenről döntünk, hogy a lehető legkevesebb tiltó és korlátozó intézkedést vezessük be, hiszen nem az a cél, hogy megnehezítsük a közlekedők dolgát. Viszont ebben az esetben ugye mindegyik, az utcák közel vannak egymáshoz, tehát nem kell az utcákban lakóknak, az utcákban közlekedőknek nagy kitérőt tenni ahhoz, hogy mondjuk otthonaikat megközelítsék, tehát nem cél az semmiféleképpen, hogy több kilométeres kerülőre kényszerítsük a lakosokat. A lakossági fórumon elhangzottak beépülnek a balkoncepció tervbe, melyet a következő önkormányzati testületi ülés elé tár a munkabizottság. Az elfogadást követően a közlekedési módosulások az ősz folyamán kerülnek majd bevezetésre.